Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Ennél a jóslásnál megnézzük azt, hogy ki vagy mi befolyásolja őt és téged. Megnézzük azt is, hogy szerete igen vagy sem, és hogy te hogy viszonyulsz hozzá. Miért zárkózott? Akar-e téged? Akarja-e ezt a párkapcsolatot? Érdemes-e várni rá? És mit tudsz tenni annak érdekében, hogy nyitottabb legyen veled szemben? Azon kívül megnézzük azt is, hogy mi fűz össze benneteket. Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, úgy hívom, hogy szívnyitás jóslás, a díjam 4000 forint. Itt, ezen a helyen azt nézzük meg, hogy ki vagy mi befolyásolja őt. Itt látható a gyűrű. Lehet, hogy ő még házas, és a feleség befolyásolja őt. Ez a gyűrű jelenthet kapcsolatokat nála a múltból, hogy valaki visszatért hozzá, és megpróbálja őt befolyásolni. Most megnézzük azt itt ezen a helyen, hogy ki vagy mi befolyásol téged. Azok a személyek, akikkel te kapcsolatban van, akik esetleg hatnak rád, szerencsét hoznak neked, hiszen itt látható ez a négy levelű lóhere. Most megnézzük azt, hogy ő szerette téged. Itt ezen a helyen mutatja majd a kártya az ő érzelmeit. Itt a könyv jelenti az ő zárkózottságát. Biztos vagyok abban, hogy ő szeret téged, de nem mondja ki, hiszen zárkózott. Itt ezen a helyen majd a kártya azt mutatja, hogy mennyire fontos számodra ez a férfi, szereted őt. Itt a hegy jelenthet korlátozásokat. Mégpedig, ha ő zárkózott, akkor te úgy érzed, hogy nála megvan ez a hideg-rideg tartás, és ez kicsit blokkol téged. Lehet, hogy vannak jó kapcsolataid, de az ő zárkózottsága az zavar téged. És mindig úgy érzed, hogy eljutsz a szikláig, de nem tudod, hogy mi van a hegyek mögött, nem tudod, hogy mi vár rá, ami őt illet. Miért ilyen zárkózott és nyitottabb lesz veled kapcsolatban? Kimutatja majd az érzelmeit? Azt itt fogjuk megnézni. A kutya jelenti a hűséget. Akkor is, ha nem beszél nyitottan érzelmekről, de látható, hogy hűséges hozzád. A kutya jelenti a barátságokat is. Lehet, hogy ő úgy tesz, mintha a kettőtök kapcsolata baráti lenne, egy baráti kapcsolat, és elnyomja a saját érzelmeit, hiszen itt látjuk azt, hogy ő nagyon zárkózott. És van valaki a háttérben, aki visszatért hozzá, és befolyásolja őt.
Lehet, hogy azt mondja ez a személy, inkább maradjatok egy ilyen baráti kapcsolatban, de nem utasd ki azt, hogy szereted őt, hogy ez egy párkapcsolat. De nem biztos, hogy így van, hiszen, mint említettem, a kutya az jelentheti az ő hűségét is. Itt ezen a helyen megnézzük azt, hogy érdemes-e várni rá. Itt van a szerelem. Ehhez nem kell túl sokat hozzáfűznöm, hiszen szereted őt, meg érzed azt, hogy ő is szeret téged akkor is, ha zárkózott, és ha így van, ha a szerelem itt nagyon fontos kettőtök között, akkor már megkapod a választ. Igen, érdemes rá várni. Szeretne veled egy párkapcsolatot kiépíteni? Ezt megnézzük itt ezen a helyen. Igen, hiszen tudja azt, hogy ez a találkozás veled nem volt véletlen, hiszen a sors utatok kereszteződött. Azon kívül ő útban van hozzád, újra és újra. Ez a kártya jelenti azt, hogy hamarosan döntéseket fog hozni, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és majd töpreng azon, hogyan tovább, melyik irányba. Ez jelentheti a jövőt, például egy közös életutat. Mit tudsz annak érdekében tenni, hogy nyitottabb legyen, hogy nyitottan beszéljen az érzelmeiről, azt megnézzük itt ezen a helyen. Kell a bizalom. Bízz abban, hogy minden úgy alakul, ahogy a csillagokban ez meg van írva. Hiszen a sors utatok kereszteződött. Azon kívül ez a könyv jelentheti azt is, hogy ez a találkozás, ez a kapcsolat így volt megírva a sorsok könyvében. Mi fűz össze benneteket, az itt középen látható, illetve még nem látható, de hamarosan, hiszen kivetem erre a kártyát. Itt voltak nézeteltérések. Vagy azt jelenti, hogy kettőtök között volt itt nézeteltérés, vagy viták. Azt is jelentheti ez a kártya, hogy ő ezt átélte valaki mással. Viták, veszekedések, nézeteltérések. És mivel ilyen emlékei vannak, ezért zárkózott, ezért nem beszél még párkapcsolatról vagy szerelemről, és ez még fékezi az eseményeket. Ez, ami még kihat a jelenlegi helyzetre, az ő zárkózottsága, a hideg-rideg tartása, a félreértések, vagy nála ezek a rossz emlékek, ami miatt még zárkózott, de lesz egy fordulat, hiszen döntéseket hoz, itt a szerencse, szerencsétek lesz a szerelmi élet területén, és ez a félreértés, ami még kihat a helyzetre, ez el fog múlni. És ez volt a szív nyitó jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy örülnék annak is, ha meglátogatnál a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja Naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!